Önmagában, hogyha Magyarország jogállam lenne, akkor az ügyészség magától kellett volna a pert indítani, és nem nekünk kéne amatőröknek itt kínlódni ilyesmivel. Nem amatőrök egyébként. Köszönöm szépen. Jó, én csak szeretném volna, mielőtt nézzük, hogy emlékeztessék el. Leírta a keresetre ezeket a... Megvan egy lista is, hogy melyik rendőrségi törvény, stb. Csértettek fel. Olyat, ami újdonság, novum még nem hangzott el. Ami még egy fontos, hogy közben több per lebonyolódott, ami nekünk is megkönnyítette a helyzetet. Tehát pontosan az első perctől kezdve itt a lényeg, ugye arról még nem esett ezen a tárgyaláson szó, hogy délután volt, amikor próbáltak az emberek békésen visszamenni, és a rendőrség agresszívan elzavarta őket, és onnantól kezdődik a súlyos. Ez a keresett súlyos a második kézre. Ő kicsoda, hátul elég szemben? Viszont igen, és... Azt szeretném mondani az előbbi délutánval kapcsolatban, hogy a Corvin közben kétszer is elhangzott, és a hírügynökségi rádióban is elhangzott az, hogy békésen visszatérhetnek a Kossuth téren. Ez még eddig, úgy tudom, nem hangzott el a bíróság előtt. Még a saját fülemmel hallottam mind a kettőt. Ilyen jelentőséget tetszik ennek tulajdonképpen? Nagyon nagy jelentőséget, mert becsapva érezték magukat az emberek, amikor szembe találkoztak a rohadt. Bocsásson meg, de egy hírügynökség, és ott... Van egy hírügynökség, ő Alperes? Jó. Ügy érdemében azt a tényt vizsgáljuk, jogszerű volt-e az a mozzanat, amivel feloszlatták. Én nem vitatom, hogy önnek emiatt sérelem érte, de... Nem csak engem ért sérelem, a bíró. Ott több ezres tömeget ért sérelem. Jó, akkor az több ezres tömeget érte a sérelem, de ennek meg kell találnia az alkalmasságot. Jó? Tisztelt Bíróság, szeretném kiegészíteni a nyilatkozatomat, és ez érinti, és a bíróság a valós módszerrel képet fog kapni. Gyakorlatilag arról lenne szó, hogy ez az egész folyamat már napokkal ezelőtt elkezdődött, és engem, mint a sátor tulajdonosát már október 19-én este 9:30 és 10:00 között megkeresett a BFK Berki Antal alezredes néven bemutatkozó személye, Berki Antal alezredes. 3-10-kor azt hittem, hogy 40 évet visszarepültünk az időben, mondtad, hogy nem értettem, hogy van ez a holnap reggeli. És akkor informálisan érdeklődött, hogy nyilvános helyen találkoztunk, kellemetlen volt, mert gyerekeim akkor fülöttek otthon az apjukat, meg keresi a rendőrség este 9:30-kor. És akkor 20-ántól kezdve, a következő nap már folyamatosan fél óránként hívogatott telefonon, rejtett számról vegzáltak, hol kértek, hol utasítottak, hol fenyegettek, hogy eldozerolják a sátort, bontsam le. És úgy gondolom, hogy ez egy előre kialakított állásfoglalás volt. Én minden esetben kértem ezt a belpúrat, hogy mivel én meg úgy voltam tájékoztatva, hogy és mivel én bélbe adtam a sátort, tehát gyakorlatilag nekem abban tudom, hogy közöm sem volt a sátorhoz, kértem tőle, hogy a BFK vagy akárki adjon nekem egy olyan írásos nyilatkozatot, amiben abban az esetben, hogyha a bélő engem visszaperel, és én lebontom a sátrat saját magamtól, és beperel engem, hogy megszegtem a köztünk belő szerződést, akkor én egy másik bíróságnak meg tudja mutatni, hogy kérdezik, hogy én ezért mondottam, mert ez a sátor az, hogy ez a rossz helyen volt. Én ilyet egy nap se kaptam, ezek a megzállások egészen október 26-áig folyamatosan folytatottak. Volt, amikor személyesen a mostani budapesti rendőrfőkapitánnyal, hogy nem tudom, hogy hívjam, Tóth Gáborral is beszéltem telefonon, de aztán nem jött a telefon, hogy nem kellett befejezni a beszélgetést, és még október 23-án is fölhívtak, hogy 23-án 8 órakor fölhívtak, hogy 10 órakor álljak neki a sátorbontásnak. Hát elnézést, de mondom, 10 órakor kezdődik a nemzeti ünnep, állami ünnep, hogy most megyek oda egy kamionnal, hogy elkezdek kopogni, meg mit, tehát nem értettem igazán a dolgot. Utána akkor visszahívtak, hogy hát nem
nem 23-án, hanem 24-én kezdjen elbontani a sávot, onnantól kezdve megszakadt mindenféle tárgyalás. Többet nem kerestek, és 26-án... Arra vagyok, meddig állt ott a sátor? Én úgy tudom, hogy 26-áig állt ott a sátor, akkor a BFK saját emberével lebontotta, beszállított egy tárolóhelyre, ahonnan felszállítás után én érdeklődtem, hogy hol van a sátor, és ugyanaz a Berki Antal, aki egyébként azt mondta, hogy akinek én mondtam, hogy ne valami, nekem semmi közöm ez az egész dologhoz, november 1-én még tájékoztatásabb, hogy hol van a sátor, mert azt mondta, hogy menjek oda a bérlőbe, vigyek a bérlőtől meghatalmazást, egyáltalán megmondják, hogy hol van a saját sátor. És akkor kérdezem, hogy ilyen gyorsan megtanulták a jogot, akkor utána kaptam egy levelet, hogy mikortól, honnan vihetem el, és egy halom pénzt fizettem tárolási, meg beszállítási, tárolási, nem mondom, beszállítási költségek, bontási költségek, hogy visszakapjam a saját oldalra. Ennyi volt. Azzal egészítem ki a nyilatkozatomat, hogy már október 2000 október 23 és 29-e között. Hogy? Közleményét? Igen, mert a magyar nemzet 2006 október... Akkor mondom a hivatkozást. A magyar nemzet 2006. október 30-ai száma 4. oldalán az alábbi IRM közleményre való hivatkozás van idézett. Az azonosító szám használata a régi és az új gyakorlőtözetek bevetési egyenruházat esetésben is kötelező. Tehát ez az IRM közleményre hivatkozik a magyar nemzet október 30-ai száma 4. oldala. Lehet külön támadni. Én folyamatosan én a BFK-t... Az oszlatásra... Nem vonatkozik az egyenruhás. Az oszlatásra nem vonatkozik az egyenruhás vagy a nélküli? Nem értem. Ez a része. Nem. A kontradiktórius eljárás az nem azt jelenti, hogy nem kiabálnak ugye a bíróság felé. A bíróság kérdezőzve, akkor én a jelesztményen kívánatok lejárás alatt részének kérem, hogy folytatják le azt, akkor miért tűntenék, majd egy jegyzőkönyvet szeretnék kérni a szívemre, hogy a tárgyalásról, erről a tárgyalásról ügyenek a jegyzőkönyvet. Mivel ez egy elfogultsági indítvány, hát valaki kívül álló és esetleg dönteni fog az ami miatt Elfogultsági, igen, most én nem tartom a bíróságot innentől kezdve legitimnek, főként bűnpártól a bíróság mentette legyet a hivatali kötelességének itt a váltalú föltárt bűncselekményekbe, és itt most a más bűncselekményekről is beszélek, kifejezetten a csatolt bűnszervezeti ábrátra hívnám fel a figyelmüket. Én magam részéről ebben nem kívánok tovább így részt venni. Köszönöm szépen, hogy szépen. Egy pillanat, egy dolgot, amit szabad, azt kérdeznének, hogy ezt a bizonyos feljelentést tartalmazó okiratot, erről kapott-e vissza, akinek megküldött? Valamilyen visszajelzés? Minden egyes feljelentésemet kettő kivételével elutasítottak az elmúlt 5 év során. Hogy, tehát én ezért mondom azt, hogy önök a Magyarban a bíróságnak. Tehát ez négy bíróság, nem közbenszerű bíróság. De hogy? Be is fejeződött az eljárás, vagy el se kezdték, hogy mi van azzal? Elküldte valami lehetőség, vagy nyomozóhatóság? Hogy ne én. Ezért mondtam, mert rengeteg feljelentés van önök ellen. Főt van a honlapunkban, van folyamatban lévő eljárás is. Ha valamilyen eljárás elindul, akkor arról előtt tudomást szerzett. Mi csak erről a következő a központi nyomozó főügyészség, nem véletlenül alapteresen. Úgy hoznak határozatot, hogy nem térnek ki, tisztelt bíróság, hogy érthető legyen. Beadok egy római 4-5 pont alatti feljelentést, ahol különböző személyeket, különböző cselekmények miatt följelentek. Más a római 1, más a római 2, más a római 3. Az egyik a Veres János, másik nem tudom, hogy kicsoda. És erre úgy küldik vissza a feljelentésemet, hogy jól beazonosítható módon a központi nyomozó főügyészség döntött a római 1-ről, meg mondjuk a, nem pontosan idézem, meg mondjuk a római 3-ról. És nem döntött a 2, 4, 5 pontjáról.
és úgy hozott határozatot, hogy ki sem tér annak a pontjára. Na most három napja van az új BS szerint, új BN-nek mondjuk, de már jó régi, három napja van a nyomozó hatóság, hogy eldöntsön, elrendelje, vagy elutasítsa a nyomozást. Nekem számos feljelentésem van, amiben hosszú idők óta nem születik egyáltalán döntés, hogy elrendelték a nyomozást. Tehát vegyék már észre, az önök bírósága az igazságszolgáltatás rendszerint nem működik. Alkotmányos válság van. Konkrétan azt kérdezik. Igen. Ez én, ismerem, 13 címzetnek megy, köszönték szépen a tájékoztatást. Odaírom a tárgyba, hogy a címzettek is feljelentettek erre, megköszönik a tájékoztatást egyes hatóságok, vagy a házelnök asszony. Megköszönöm a neki szóló tájékoztatást. Visszaírom neki, hogy ez egy jelenet szóló feljelentés, nem érti.